most újra lelkesen akarjuk. Az Áhonyi Nők Egyesülete a város egyik legaktívabb civil szervezete. Folyamatosan jelen van a város életében, ápolja a települési tradíciókat, sőt új hagyományok kialakítására is törekszik. Az Egyesület számos ismeretterjesztő, kulturális és szórakoztató program szervezője, amelyekbe az áhonyiak széles körét igyekszik bevonni. Március eleje Záhonyban hagyományosan a Nők Hete. A programokat a civil szervezet állítja össze. A polgármester szerint a rendezvénysorozat kiemelkedő helyet foglal el a város életében. Érdekes előadások, programok várják az érdeklődőket. A helyes táplálkozástól a nők gyógytornájáig, pszichológus és mindenféle olyan előadása, reiki, talpmasszázs, ingyenes orvosi ellátás, nagyon sok színű programból áll, kiállítást is elrendeznek, azt hiszem a húsvéti hagyományokból, és a végén, ugye 8-án egy nagyszabású, sok ismert, híres magyar nóta és operett énekesek meghívásával egy ilyen gálaműsor a záró. Záhony kulturális, közművelődési és sportélete nem működhetne magas színvonalon, ha nem lennének a városban lelkes civilek, fogalmazott Háda Imre. Vannak lelkes, megszállott aktivisták, akik élére állnak ezeknek a civil szervezeteknek, és igyekeznek egy nappal nem kimélve, sokszor saját anyagi eszközeiket is ráfordítva olyan rendezvényeket hozni a településre, ami egyrészt hagyományt teremtenek, másrészt pedig ugye egy új szint, sokszínű programokat hoznak a város mindennapos életébe. A Nők Hete programsorozat nem csak a helyiek körében népszerű, hanem a környező településekről is vonz érdeklődőket. A civil szervezet ugyanaz önkormányzat támogatásával működik, de fontos szerepet tölt be a város kulturális életében.